Jó reggelt, szevasztok, szevasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek, ciao ciao, elnézést kérek, amiért késtem a streammel, így is van egy csomó dolog, amit nem csináltam meg, mint például a kupának az ürítése, de hát ez van, most megcsinálom. Látod? Nem látod? Mert nem üres. Akkor nem tudom. Majd üressé teszi magát. Na hát jó reggelt kívánok mindenkinek. Szevasztok. Szevasztok. Elnézést tényleg a késésért. Nem úgy alakult ez a reggel, ahogy én terveztem. Mert nyugodtan hoztatok kifogásokat. Edzettem és a mozgás meghozta a meghozni valót. Muszáj volt elmennem egyéb helyre, mert na most már üres. Mert kellett. Ez egy, szerintem egy természetes dolog, hogyha az ember elmegy, elvonul. Arra vagyok kíváncsi, hogy a chat doboz jó, működik. Működik a chat doboz, úgyhogy várjátok, még egy olyat állítok rajta, egy fél pillanatot kérek. Hogy ne frissítse magát állandóan. Lekapcsolása nem látható, nem. És azt hiszem, hogy ennyi. Na, hát akkor üdvözlök mindenkit, szavaztok, szavaztok. Hogy vagytok? Hogy aludtatok? Akadozik a hang. Hogy nem kéne, hogy akadozzon. Minden, másoknak is akadozik? Én nem látok egyébként akadozást így a bigyómon. De akkor állítok rajta, ha tudok. Szerintem sem akadozik. Bandi, be akarsz húzni a csőbe, érzem én rajtad. Új. Zajos a háttér. Hát zene megy a háttérben. Figyelj, most ez van. Majd megpróbálok rajta alkotni. Most másztál le a cső végéről, minek húználak be. Íííí! Hát jogos. Na, ma először, és reméljük nem utoljára, streamelünk itt. Kora reggel, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek is. Szia Éva, szia Bandi, szia Dia, hello, szia Medi. Láttam itt egy Rocket Bolt, őt is üdvözlöm, szavaztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, ciao ciao. Megkésve bár, de törve nem, vagy hogy szokás ezt mondani. Ez van. YouTube-on vártad? Pedig ki van írva, hogy izé, hogy itt lesz. Hogy vagytok? Hogy aludtatok? Meg a többi. Jó van, Éva, jó van. Én jól aludtam, köszönöm. Elég sokáig voltam fönn, mert teszteltem a gépet még mindig. Ugyanis nem nagyon tetszett az, hogy tegnap akadozott az RTS. Úgyhogy azt kellett tesztelgetnem. Most találtam valamiféle megoldásokat, hát kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az. Tanultál? Nem szabad éjszaka fönnmaradni, ne roncsd el. Ne roncsd el.
Megint ne rontsd el, mert van ismerősöm, aki pont ezzel rontott el az alvási működését, vagy hogy nevezzem, és ide, hogy nem jó. Nem fog jót tenni. Most nézem, hogy nincs családtag kirakva, vagy családgenyú. Kirakjam gyorsan. Nem értek hozzá, nehéz volt összerakni a dolgokat. Igen, elég nehéz volt. Bali, te hogy aludtál? Köszönöm, ha igyekeztem. Tolod a munkát? Mit dolgozol jelen pillanatban, ha szabad ilyet kérdeznem? Visszatérve Bali. Milyen, hogy te vagy a Bazsi? Ó, bazd meg. Hát akkor így mondjad. Egyébként meséltem a sztoridat a barátnőmnek. El volt tölve, alélva, hogy a kacsák rejtegették a kis kacsákat. Vagyis hát a kis tojáskákat, és akkor egyik napról a másikra szembe jött veled egy hadseregnyi kis tipegő valamicsoda. Imádta a sztorit. Zucker, egyszerűen ott olvadoztam volna amúgy. Na, térjünk a témára. Mit szóltok hozzá? Most a címben nem írtam bele, hogy mi a téma. Tényleg rossz a mikrofon? Most tényleg mondja el mindenki, akinek tényleg rossz a mikrofon, vagyis hogy a hangom, mert akkor majd alakítanom kell. Hát most a stream közben nem fogom megcsinálni, ha nem baj. Neked minden jó, akkor nem tudom. Kicsit becseng a szoba. Hello Salai, hello. Na, egy olyan témát hoztam el nektek, amit még mindig a személy hozott, vagy amúgy. A legrosszabbat hozza ki. Akár belőled. Igen. Fura. Fura ez nekem.
Hát a zene az... A zene az kell... Jól bajtom. De a zene az amúgy is megy. Vagy nem? Vagy most mi van? Várjál. Aha. Nem jó az így. Nem jó. Muszáj, muszáj. Mindegy, majd meg fogom csinálni, most nem szarakodok ezzel, hanem mond. Hello Impreza, hello, hello. Na, térjünk a témára, mi szerint a legrosszabbat hozza ki belőled. Mi az? Mi az, ami a legrosszabbat hozza ki belőled? Mi az a egyébként kezdjük onnan, hogy mi lehet a legrosszabb, amit kihozhat belőled valamit. Amit, hogy szóval érted. Mizu kicsit. Én nem értem. Én nem értem. Így van. Menjünk tovább, majd megnézzük. Nem vágom videót. Majd megcsinálom. Na! Legrosszabbat hozza ki belőled. Vagy az emberekből. Mi lehet olyan dolog, ami a legrosszabbat kihozhatja belőletek? Belőlünk. Az emberekből. Az emberiségből. Neked volt pár ilyen eset. De mi az? Meséljél, Éva. A szándékos keresztbetétel ártás. Uh-huh. Inger szegénység, azt akartad írni, Bandi? Bezártság. De Bandi, tök sok dologgal el tudnád ütni az idődet. De most komolyan mondom. Amikor úgy fenyegetnek és bántalmaznak, hogy nem látsz kiutat. Bíb. Az mondjuk kemény. Nem rossz bó. De hogy kerültél te ilyen helyzetbe? Elhagyta a húr, így lehet. Mi okozhat még olyan dolgot benned, egy olyan törést, ami a legrosszabbat hozza ki? Elfelejtett bevenni egy gyógyszer. Hülye. Tragédia. Uh-huh. Medi írja, hogyha valaki a családtagokat bántja. Igen, igen. Ez így van. Az alert az alig látszódik, úgyhogy ezen javítanom kell. Ha tudok, úgyhogy egy pillanat.
hígyni. És már nagyobb lesz elvileg. Szóval az, hogyha az ember, hogy szóval valaki árt nekünk, illetve feszélyezve érezzük magunkat, illetve ártanak a családtagjainknak, vagy ártani szeretnének, ugye ez minden, mind olyan érzéseket válthat ki belőlünk, ami olyan szintű érzelmi hullámokat, vagy olyan szintű érzelmi állapotot tud összehozni bennünk, ami lehet, hogy kihoz belőlünk egy olyan fajta, hát, démon, ördög, vagy rossz én, amit egyébként nem tudnál te magadról se elképzelni. Ugye vannak a érdekes dolog ez egyébként, hogyha már játékon belüli dolgokat mondott az impreza, hogy ugye vannak a csalók, azok is ki tudják hozni az emberből az állatot. Nem egy rage-elő embert láttam, rage-elő streamer, akik egyszerűen majdhogy nem szétverték a berendezésüket. Ez mind azért van, mert érzik azt, hogy mire lennének képesek, de mégse tudják teljesíteni, mert van mellettük, illetve ellenük egy csaló, akik ellen nem tudnak mit csinálni. Belőlem mi hozza ki a legrosszabbat? Én például nem szeretek csalókkal játszani, nagyon ideges tudok lenni, sajnos. Ezen változtatnom kell. De igen, az igazságtalanság az nagyon. Az össze-vissza hazudozás a pofámba, illetve a megvádolás mindenféle olyan dologgal, ami nem igaz. De hogy mi hozhatja ki a legrosszabbat, szerintem még olyan nem volt. Meg mi az a legrosszabb? Mit csinál az ember olyankor, amikor azt mondja, hogy most kihoztad belőlem a legrosszabbat, és most ez van. Az mi? Mi az a legrosszabb? Mert ez nagyon fontos, mert megsértődni meg lehet bármikor és bárkire. De nem ugyanaz megsértődni, és nem ugyanaz a legrosszabbat átélni, illetve a legrosszabbá válni. Mi az a legrosszabb? Milyenné tudunk mi válni, ami túlszárnyal minden eddigi képzeletet? Mit tudunk csinálni olyankor, amikor azt mondjuk, hogy hát igen, most kihoztad belőlem a legrosszabb, viszketett a fejem, bocsánat. Nálam a legrosszabb szerintem csak minősítés, szidalmazás, bár szidni nagyon nem szeretek, viszont minősíteni sajnos szoktam. Ami nagyon elítélek, az az erőszak. Én azt tudni nem csinálom soha semmi. Minősítesz valakit, ez mit akar? Ezt mondd el nekem, hogy szoktál minősíteni embereket. Erre azért nehéz válaszolni, mert akkor ott a helyzetben nem jössz rá azonnal, mert részedről természetes. Persze. De utólag úgy is rá fogsz jönni, hogy az a legrosszabb, amit kihoztak belőled. Mi lehet az? Hogy néz ki ez, hogy tényleg azt mondod, hogy fú, most a legrosszabbat, a vadállatot hozott ki belőlem, ez mit akar?
Na. Ez amúgy egy nagyon érdekes téma, és valószínűleg nem is fogunk tudni rá igazán választ adni, ha csak nem folytatjuk a magát a beszélgetést, mert vannak itt még olyan menüpontok, vagy témapontok, amik lehet, hogy beljebb visznek minket mindenhogy is. Valaki figyelmeztet rá, hogy adott esetben magadtól teszed ezt meg. Például a GTA-ban valakinek azt mondom, hogy nem való oda, nem képes RP-zni, és ezzel őt megbántom, mert elég komolyan minősítettem. Mi van, ha igazad van? Most erre nem tudok mit mondani. De ez szerintem még mindig nem a legrosszabb. My worst friend, my classmate hurted my best friend. He pushed her for his kid. Megütötted? Wow, az kemény. Na hát a komedivel nem fogunk szórakozni, úgy érzem. Hát most mesélj el, hogy miért ütötte meg Bandi. Miért kérdezed meg? Basztatta a barátját. Hogyha ugyanezt tesszük, velem ugyan nem történt meg, de kezet emelünk egy hölgyre. Azzal te úgy fel tudod magad idegesíteni, hogy a legrosszabb jön ki belőled? De továbbra se értjük, hogy mi az a legrosszabb. Most térjünk el attól, hogy mi rólunk van szó. Vegyünk egy embert az emberiségből, vegyünk ki egyet, mondjuk... Nem tudom, vegyünk ki egy embert, egyszerűen vegyünk ki, és nézzük meg az ő sztoriát. Teszem azt, bántalmazzák a feleségét, és ő ezt észreveszi. Mi az, amit ő a legrosszabbat tud tenni? Mi az, ami belőle ki tud jönni, és ez a legrosszabb? But maybe... Íj, az kemény. Még vérzett is az óra. Hát, bele is rúgtam volna még, hogycsoda? A tetlegesség. De itt nem az a kérdés, hogy mit látsz. Ja, hogy te tetleges, valamint hogy az illető tetlegességig megy el. Igen, igen, egyébként igen. Ugye a legrosszabb, amit ki tud hozni az emberből valami, az a tetlegesség. De van itt még pár dolog, amit ki tud hozni az emberből. Gondoltatok-e már olyanra, hogy teszem azt, fölhív téged valaki, hogy mondjál olyan dolgot, ami nem igaz, cserébe megkíméri a családod életét. Mondjuk te egy hivatali személy vagy. Akkor ezek szerint a hazudozást is ki tudja hozni, nem? Hát a legrosszabb közé tartozik, hogy mondjuk hazudsz olyan dolgot, ami egyáltalán nem igaz. Szerintetek ez mennyire helytálló? Feljebb megyünk a nagyvilágba, akkor a korrupció. Igen, akár a korrupció, de mondjuk a korrupció az lehet... hát az eléggé önös, nem? Mármint, hogy azért vagy korrupt, mert talán pénzt akarsz, vagy azért vagy korrupt, hogy... Már mondjuk ez is érdekes. Azért vagy korrupt, hogy megvédjél valakit. Ez is érdekes. Vagy azért vagy korrupt, hogy valakinek keresztbe tegyél. Igen, igen. Ez jó. Ez tetszik megint csak.
Nevelkedtél az a korrupció. Persze, persze. De a korrupció amúgy is rossz. De hogyha egyszerűen csinálsz egy olyan, vagy találkozol egy olyan helyzettel, amikor neked muszáj valami korrupt dolgot művelned, mert ád egy vagy pénzt akarsz magadnak csiholni, vagy keresztbe, vagy megmenteni, vagy nem is tudom, hogy... Hát általában szerintem ezért csinálják az emberek, akkor igenis az egyik legrosszabb dolog, amit ugye ki tudsz magadból hozni. Az embereket szinte bármire rá lehet venni, megfelelő motivációval. Hát, hogy igen, az is lehet, hogy nem. Mikor boltban szeretnél venni valamit, és azt írja, hogy 500 forint, erre mire passzához mész fizetni, nem 500, hanem 700. Ez mondjuk érdekes, és mit csinálsz olyankor? Ő böröksz, vagy ez hogy? Lie isn't the worst. Szóval szerinted a hazugság nem tartozik a legrosszabb dolgok közé. De Balázs egyébként, hogyha ilyennel találkozol, akkor fogod és megmondod a vevőnek, hogy ez nem ennyibe került, mert ott ez volt, és kész. Someone like those. Ezt most nem igazán értem, Meti, ezt le tudnád nekem írni, mert ezt most nem értem. Hülye vagyok hozzá, vagy hozzád. Le kell adni annyit, annyi, ez a törvény. Hát na igen, csak mi van akkor, hogyha rossz cédulát olvastál, mert elcsúszott. És mondjuk annyi a különbség, hogy az egyik 10 grammal kevesebb. És mégis 200 forint a különbség, Jézus! Találkoztam már ilyennel, amúgy ez tényleg szar érzés. Az tényleg rossz érzés, amikor azt hiszed, hogy vagány vagy. Aztán kiderül amúgy, hogy 3 centivel volt arrébb az egy... De mondjuk az meg az ott dolgozó hibája, szóval, hogy úgy... Na mindegy. Igen, a tasakot is megfizetem, jogos. Kik hozhatják ki belőletek a belőletek, most csak rólatok van szó, a legrosszabbat? Meg tudtok-e nevezni olyan személyeket, akikről tudjátok, hogy a legrosszabbat? Nevezhetek engem is, hogyha akartok, bár nem hiszem, hogy lenne ilyen, de ha igen, akkor mondjátok. Akikből árad a negatív energia. Vagy akik át akarnak baszarintani. Viszket a szemgenyóm. De miért viszket? Nem láttam ott semmit. Bántanak, átvernek, csalnak ellened. Igen, igen. Egy időben anyád volt. Az az igazság, hogy az én anyám is ki tudta hozni belőlem az állatot. És ez nem túl jó dolog, szerintem. De azt kijentek, ciao ciao. Hazugság nem a legrosszabb, ha hazugság miatt meghalnak, akkor az a legrosszabb egyike. De ha kegyes hazugság... Persze, persze, nyilván. Nem is azt mondtam, hogy ha jó dolog miatt hazug. De viszont, hogyha neked a hazugság az a legrosszabb dolog, amit életedben tehetnél, és meg kell tenned, hogy segíts valakinek, akkor az a legrosszabb, vagy a legjobb dolog? Ez is egy érdekes. A C állampolgárságú emberek, amikor el akarnak adni valamit, de neked... Jaj, jaj, ez ismerős. Mentem az aluljá... Nem az, de alu... Nem, 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 ilyen átkelő, ilyen... Mindegy ilyen... Újpesten van, ahol a fönt van a vonat,
alul lépcső, meg hát mindenen, de lifttel lemész a nem aluljáró, egy átkelő, csak ilyen fedett. És mentem ott, egy roma hölgy odajött, hogy hogy ő zoknit akar eladni nekem. Mondtam neki, és mégis hova rakjam. Hát azt mondja, hát ő nem tudja, ő ettől függetlenül el akarja adni, meg hogyha kell, akkor odaadom valakinek. Mondom, nem, köszönöm, nem érdekel, nem kell, meg senkinek se. Picsába van ez. Hogy a bánatban lehet ez? Vondd már vissza az üzenetedet, légy szíves Balázs, mert ne használjunk ilyen szavakat. PLS. Ha lehet ilyet kérni. Nem tudom, hol lehet itt törölni üzenetet. Komolyan. Ennyire hülye vagy? Na mindegy. Tudom. Szóval ilyen izéket, ha lehetne, használjunk. Na. Egy emát moderátori nézetbe? Jaj, lehet, hogy igazad van. Annyira új most ez a cucc. De... De nekem akkor se, várja már. Anyamo. Genyau. A moderátorim van. Várja. Jó, fuck off. Tudom már. Azt hiszem, tudom. Nem érdekel, hogy mit tudsz. Mit nem. De ettől függetlenül, hogy... Hogy törlöm? Hát ez... Megvadulok, akkor se tudom. De most komolyan. Look at this dude, meg ilyesmi. Jó, leszarom. Jó, az így. Jó. Mikor neked ott hol van? Hello, Belarus! De most egy szekre izéljen, bántsam. Mondjuk az jogos. Várja. De az hogy lehet? Egy szekre. Jó. Tíz másodperc. Na, és akkor izé. Jó, ennyit kapsz. És akkor törli az üzenetet. Istenem, kiégek! Le is telt a 10 másodperc, az jó. Na, jó. Most, hogy már kiökörködtem magam itten, és a témával nem is foglalkozunk, értem. Ajá. Így látok mindent, akkor jó van. Na! Hogy oldod fel ezt a helyzetet? Vagy hogy oldhatja fel azt a helyzetet egy ember, aki mondjuk éppen a legrosszabbat akarja cselekedni? Köszönöm szépen, Belarus, nagyon szépen köszönöm. Egy szekre nem tudtam egyébként tiltani. Bocsánat kéréssel.
várjál, most arról az időszakról van szó, amikor még nem követted el. Azt hiszem, ja igen, arról az időszakról van szó, amikor még nem követted el magát a cselekményt, a legrosszabbat. Véleményem szerint mindenféle taktikákkal, mindenféle fejbeni gyors gondolkodással, ami nem mindenkinek adatott meg sajnos, nekem sem mindig, néha. De lényeg az, hogy mindenféle ilyen okossággal végül is túl lehet lépni azon a dolgon, illetve meg lehet gyorsan oldani úgy, hogy ne legyen mondjuk tragédia belőle. Teszem azt, nem kell neked mondjuk valakit bántani, csak azért, mert bántják a valakidet, hanem egyszerűen csak közéjük állsz, és mondjuk arrébb lököd az illetőt, vagy hogyha nem akarsz belemenni tényleg ilyen dolgokba, akkor nem lököd meg, hanem csak egyszerűen ez habitus kérdése. Mire gondolsz egyébként, Kiente? Sinkó. Mindig van egy másodperc, mindig a szándék és a cselekvés között ott tud közre. Igen, az az egy másodperc tud igazán közrejátszani abban, hogy nem fogod megtenni azt, amit meg akarsz tenni, mert nem biztos, hogy az előre fog vinni téged a sztoriban. Úgy az baj, hogy nem látom, hogy hány persze streamelek, várja. Ja, ott van, 43 perc. Jó, 44. Gondolkodni kell, ha valami rosszat akarsz, vagy tenni akarsz, akkor te is rosszul járhatsz. Így van, teljes mértékben. Plusz, igen, a hideg fej, vagy nem tudom, a forró fejűség az nem jó. Az nem jó, hogyha neki mész a falnak, mert beütöd a fejed nyilván. Ez az egyik mód, vagy az egyik dolog, a másik pedig, hogy nem biztos, hogy jól jársz azzal, ha valakinek ártasz. Pedig én is nyilván gondoltam arra, hogy mi lenne akkor, de az a baj, hogy csak egy olyat cselekedjél, ami rossz, visszafordíthatatlan, soha többet nem fogsz tudni a tükörbe nézni. Az Hozier. Mi van, ha nem sikerül feloldani ezt a dolgot? Mi van, ha megteszed? Mi van, ha megteszi valaki? Mondjuk tetlegességig megy a dolog. Akkor hogyan? Akkor mi történik? Mi van akkor? Kinek fognak tégedni? Vagy ki... Hogy fognak rá tekinteni az emberek? Vagy egyáltalán ki leszel te valójában ezek után? Nagyon jó ez a téma amúgy, mert nagyon mélyre is el lehet jutni témán belül, de például ott vannak azok az emberek, akik gyerekkorukban bántalmazva voltak, vagy valamilyen szintű zaklatás érte őket, akár lehet nemi zaklatás, lehet verbális zaklatás, lehet ütlegelés, ugye ezek sose visznek el jó útra. Ez nem azonnal fog kijönni rajtad, hanem
Lehet, hogy utólag. Szóval lehet, hogy téged gyerekként bántalmaznak. De viszont az a dolog, az nem gyerekként fog kijönni rajtad legközelebb, hanem mondjuk felnőttként, és mi lesz belőled? Lesz belőled egy erőszakos valaki, akit nem értettek meg, lesz belőled akár egy tömeggyilkos is, akit nem értettek meg, le akarja vezetni az elmúlt évtizedek fájdalmait, akkor gyötrelmeit, a lelki sérüléseit, és bizony azzal vezeti le, hogy éppen valakit eltesz láb alól, vagy valakiket, ugye így alakul, hogy így jönnek létre ugye a tömeggyilkosok, akikről már nagyon sokat hallottunk, és így jönnek létre azok a szexuális bántalmazók, illetve tetszik vagy sem, de az öngyilkos jelöltek is, mert van, aki nem bírja. Van, aki nem akar senkinek sem ártani, és nem bírja elviselni az életet, mert ő olyat élt meg, azt élte meg, ő egyszerűen besokalt, kész, végezni akar a történettel, és lezárja a naplót végleg. Olyankor ugye eljönnek azok a szomorú hírek, hogy az illető az már nincs az élők között, mert hát ez is az történt. Volt egy külföldi hír, két gyereket mindig bántottak az iskolába, aztán felnőttként visszamentek és lövöldöztek sok ember. Igen. Valaki megbánt valakit, szóban, vagy barátját, családját bántják, szóban, akkor összeverekszenek. A vesztes bocsánatot kér, és másnap újra barátok. Aha, az jó. Lehet kicsit fura, de így békésen élnek emberek itt. Kis gyilkosság, öngyilkosság, rablás and others. Kiválom. Nem baj ez. Megértettük, Medi. Üszket a fülem, megvakarom. Már pedig akkor, amikor én akarom. Hát igen, elég mélyre jutottunk a témában. Te hogy érzed, hogy lehetsz pszichopata? Most komolyan, lehetsz-e az, amivé nem akarsz sose válni, illetve amit megvetettél? Azáltal, hogy valakidet bántják, illetve valami olyan dolgot tesznek ellened, ami visszafordíthatatlan, illetve olyannal, akit te szeretsz. Tudnak-e olyan szintig eljutni veled kapcsolatban emberek, hogy te azt mondod, hogy te nem tudod magad visszafordítani a helyes út irányba, és egyszerűen az leszel, ami világéletedben az ellenséged volt, egy rossz ember. Aki nem kifejezetten azért rossz, mert ő rossz akar lenni, hanem így alakult. Mindenkinek megvan a lehetőség, hogy éli az életét, függetlenül attól, hogy milyen gyerekkora volt. Egyedül csak ő dönthet, hogy kitör vagy benne ragad a rosszban. Olyan emberé válik, aki másokban kárt tesz. Nagyon jó ez egyébként, Belarus. Nagyon jó. És ugye el is intézheti úgy önmagában ezeket a dolgokat, hogy elmegy segítségért felnőtt korában. Lásd, pszichológus, meg egyéb ilyen lelkisegítő helyekre,
nyilván nem garancia az, hogy ez beválik, mert nem mindenkinél válik be. De akár csinálhat olyan dolgot is, amiben ő jó. És kihozza önmagából. Mint például voltak olyan emberek, akik festéssel. A festmény is lehet erőszakos, mert nem, miért ne lehetne? A rajz is lehet erőszakos, mert miért ne lehetne? Nem? Egyszerűen csak kiadod magadból az érzéseket, vágyakat, olyan dolgokat festesz, rajzolsz, verselsz, és egyéb kreatív dolgot művelsz, ami ugye fedi azokat az érzéseket, amik benned voltak, és ezáltal te mondjuk nem teszel kárt egy személyben, vagy több személyben adott esetben. Azért ez nem egy rossz koncepció, I guess. Because, hogyha te magad vagy, akkor, és az is tudsz maradni, akkor miért nem maradhatnál? Csak mondjuk kicsit másképp. Felismered és el tudod-e kapni időben a dolgot? Hát igen, igen. De ez csak te tudod. Mert jó, nyilván egyébként, hogyha van melletted valaki, mondjuk életed során találkozol egy nővel, aki kiismeri minden porcikádat, lelkileg, testileg, és rájön arra, hogy te ilyen dolgokkal küzdesz, vagy férfival adott esetben, akkor valószínűleg ketten fogjátok megjárni ezt az utat, és ő fog tudni neked segítséget adni. Tehát nyilván nem biztos, hogy elsőre megvan oldva a dolog így, de már maga az, hogy rálépsz egy jobb ösvényre, egy jobb útra, az azt jelenti, hogy te akarsz változtatni ezen a dolgon. Nehéz, nehéz. Tudja, hogy nehéz, mert a lelki bántalmak azok nagyon sokáig kitartanak, azok belül marcangolnak, és az embernek erre hát nincsen szüksége, meg úgy azért érted a mindennapokban, ne az legyen már a győztes, hogy te benned ilyenek vannak. Nem egyszerű egyébként ez az egész, mert olykor tényleg csak magad vagy is, és olyankor így hát megküzdeni önmagaddal, meg a rossz vágyaiddal, a rossz gondolataiddal, a múltbéli rossz dolgokkal, hát az kemény azért. Helyette senki nem tud semmit elvégezni, de tudnak segíteni, és nincs az az akarás, ami minden további megóv. Hibát azt lehet véteni, csak nem mindegy, hogy milyen kaliberű hibát vétesz. I guess. Mert azért nem mindegy, hogy most eltörsz egy tányért idegedben, vagy aztán felkapod a tányér darabját, aztán EPI, azért nem mindegy. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez távolról sem úgy működik, hogy úton útfélen felaprítjuk a másikat. Nyilván az sem mindegy, hogy milyen mélyről indulsz, persze. De ha van elég energiád, jó van. Ha van elég energiád, akkor szerintem nyilván ez nem adatott meg mindenkinek. Szóval ez tipikusan az a helyzet, hogy egyedül mindig nehéz. Bandi, egyébként ezt szerintem nem kell bejelenteni, mert ez senkit sem érdekel. Ez legfeljebb nekem érdekes, de érted. Mármint, hogy a Csubi indult, az nagyon jó, majd ránézek.
legfeljebb berédeljük. Na hát, szerintem körbe rágtuk a témát. Hát, az a baj, hogy még mindig hülye vagyok ezen a cuccon. Legfeljebb kapsz egy 10 másodperces történetet. Lehet egyénit. Olyan, hogy lehet itt? Én nem vágom, Getz. Várjál! Nem lehet hozzáadni. Még azt hittem, akkor kapsz egy 10 másodpercet. Hello crazy, hello hello. Engem bántalmazó kapcsolatban az volt a végpont, amikor azt mondtam, hogy nem mehet tovább. És akkor te tettél egy olyat, hogy kiléptél a kapcsolatból, vagy mit tettél? Mikor azon gondolkodtam el, hogy nem, hogy nálam kétszer akkora embert, hogy van esélyem úgy kinyírni, ne legyen lehetősége visszaütni, mert akkor én halok meg. Így, mondjuk ez kemény dolog. De ebből hogy léptél ki ebből a helyzetből? Csak így majd egy módot vissza kell neki adnod. Igen? Fuck! Megint vakbél gyanúd van. Azzal kell. Mi a te neved, Bandi? Bandi. Andi, most már elvileg mod vagy megint, vagy hát moderátor vagy, mi a tök? Mi a tök? Crazy, honnan veszed, hogy vak beled van? Meg ez most hanyadik alkalom? Meg... orvos mondta? Második alkalom? Egy egyszerű kérdésem lenne feléd, Crazy, hogy amióta volt az első vakbélgyulladásod, azóta mit változtattál? Mondjuk az étkezésedem. És Éva, hogy zártad ezt az egész ügyet? Nagyjából semmit, lehet többet eszek, nem tudom. De gondolom ugyanazokat eszed. El kéne menned például allergia vizsgálatokra, hogy megnézest, hogy mire, mi hozhatja ki belőled a vakbélgyulladást, mert az nem véletlenül alakul ki. Nyilván lehet olyan, nem tudom, idegesség is játszhat közre, de a legtöbb az nyilván az ételallergia. Egy vagy fél éve volt az első? Tanáraim miatt néha sokszor stresszelek. Ne stresszelj, felesleges. Az iskola nem stresszelésről szól. Összeszedtem magam pszichológusnál annyira, hogy egy alkalommal, amikor megint megvert, kihívtam a rendőrséget, és elvitettem. Aha!
Mink ez vagány volt. Milyen állat az ilyen egyébként, nem azért. Jaj, mert én nagy darab vagyok, és megverhetek mindenkit. Azt tudod, egy golyó az egész. Az ilyen illető is. Meg találkozik egy olyan emberrel, aki nagyobbat üt, akkor annyi volt. Nem értem én ezt a dolgot, he. De utána mi volt amúgy? De most komolyan. Ez most részletez már, mert ez most már érdekel, hogy kihívtad a rendőröket, elvitték, és onnantól kezdve soha többet nem találkoztatok? In this world, there's no blood. No one, I... Ez az első lépés volt. Nem egyszerű, ez a téma nem egyszerű. Mármint, hogy ez az egész, ez a legrosszabbat hozza ki belőled. Gyermekelhelyezési per, fenyegetések. Azt még volt képe fenyegetőzni, az teljesen jó. Meg is értem az ilyen embert amúgy. Nem. Nem. Sokáig tartott, mire lenyugodtak a... Igen. Hát gondolom. Amúgy, ha minden igaz, és lejjebb tekertek a Twitch-en, az én részlegemen, ahol most ugye néztek, akkor ott lesz egy ilyen visszaszámláló, meg be van jelölve, hogy melyik nap, mikor, meg hogy van stream, úgyhogy az alapján fogjátok tudni nézni. Most már nincs köztetek baj? Mi kiherélted, vagy mi? Most viccen kívül, hát hogy tudott egy ilyen pika lenyugodni? Olyan kemény gyerek vagyok, mert én aztán legény vagyok. Én sosem értem úgy, hogy ez mire jó. Van új nője? Ja, akkor tud új embert verni, értem. Az ilyen amúgy megérdemli, hogy barátnője legyen? Ezeket nem igazán értem, meg látom. Na mindegy. Na jó. I guess. Mi az a kettes melletted, crazy? Ja, azt szerintem a csíres cumó. Ja. Jó van, jó van, jó van. Hol, guys? Szerintem jót beszélgettünk ma is. 10-ből hány pontot adnátok a mai beszélgetésre? Tudom, hogy egy nehéz téma volt. Ettől függetlenül... Szerintem nem rossz. Tíz per nyolc. Íh, de vagány vagy. I don't think, Medi, nem vagyok az a fajta, értem. 9 pont? Crazy. Annyit tudnék neked ajánlani egyébként, hogy tényleg menjél el allergiavizsgálatra, és nézesd meg, hogy mikre vagy allergiás, és próbálj meg kivonni a szervezetedből azokat a dolgokat, mert valószínűleg, hogyha nem változtatsz az életviteleden, akkor ez a vakbélgyulladás nem az utolsó volt, és lesznek problémásabb dolgok, mint ez. Én nagyon drukkolok neked, és nagyon remélem, hogy helyre fogsz tudni jönni, illetve azt is nagyon remélem, hogy
teljes mértékben ki tudsz gyógyulni ebből a dologból. Na jó van, vigyázzatok magatokra, nyomunk egy raidet valamerre. Nyomjatok egy igent, hogyha akartok menni. Ő egy nagyon régi iskolatársam, őt nagyon régóta ismerem. Nézzetek be hozzá, ha tetszik, akkor kövessétek be. Vigyázzatok egymással, szép napot! Maszk, távolság, adios, ciao és ciao!